A géptár pesgett a zenétől és a hangulattól szombat este. Negyedik alkalommal került sor a Gépek és Hangok rendezvényre, amelynek népszerűsége évről évre egyre nő. Számos fellépő volt idén is, sok-sok érdeklődő, jönnek a részletek. Gépek és hangok. Immár negyedik alkalommal tartották meg ezzel az elnevezéssel a most már hagyománynak számító programot a géptárban. Mindkettőből bőven kijutott ez igen népes közönségnek, hiszen a kiállítás darabjait továbbra is sokan tekintik meg. Egészen kivételes darabok is a gyűjtemény részét képezik. Aki a szombat estét itt töltötte, nem csak remek hangulatban lehetett része. És nem csak ez volt nagyon jó, hanem a különleges illatvilág is. Hosszan sorakoztak egymás mellett a különféle helyek, ahonnan bőséggel lehetett választani. Mi minden készül itt önnél? Ez sült nivadás, sült kolbász lesz, csirkecomb, illetve ilyen húsos szalonna. Ez belett előre főszerezve, és így lesz zsírba megsütve. Honnan jöttek, hogy ezeket készít itt? Itt Szoboszton vagyunk, mink a húsbolttal. Csak Józsi a barátunk, és szoktunk neki mindig segíteni ilyenkor sütni. Volt már itt korábban ezen a rendezvény? Már egy 3 éve körülbelül sütögetünk, igen. Annyi biztos van. És milyenek ezek a programok? Nagyon jók. Nagyon jók. Most volt a legutolsó a múzeumok éjszakája volt, akkor többen voltunk, akkor is ugyanígy sütöttünk. Mondjuk akkor csak én sütöttem, mert nem volt ennyi választék, de amúgy nagyon jó szokott lenni. A közönség is azt mondja, hogy jó, érdemes eljönni. A géptár programjai beleívódtak a rendezvények sorába, mindegyik mögött szervező és csapatmunka is van. Hagyománnyá vált a Gépek és Hangok elnevezésű program, Magyaros József gyűjtővel, tulajdonossal beszélgettünk a kezdetekről. Valahogy még a legelején, mikor ez a múzeum kezdett alakulni kifele, akkor a kerékgyártó Csabi barátom bemotorozott, és mondta, hogy ő tud énekelni, meg különféle számokat. Jó van, Zsabi, majd egyszer, ha kijön a lépés, akkor csinálunk valamit. És akkor most ez 4 évvel ezelőtt akkor jött ez az első alkalom, hogy na, akkor most kellene valamihez kezdeni. Nos, ez olyan jól sikerült, hogy azóta is nő az érdeklődés évről évre minden korosztályból. A kisebbeknek Bohóc kedveskedett lufikkal, a felnőtteknek számos zenés produkció érkezett a géptárba. Ez itt Hajdúszoboszlón, az Árpád utca 1 szám alatt van egy kis gyűjteményem, ahova, tehát minden évben meg szoktuk rendezni ezt a Gépek és Hangok estét, ahol hát sok kedves látogató, meg tehát nem csak a múzeum látogató, hanem a rendezvény miatt is jönnek elég sokan. Milyen programok lesznek ma? Tehát ma lesznek ilyen operettek, musicalek, különféle slágerek, előadói mutatkoznak be. Tehát a kerékcsavi, gyártó Csavi barátommal közösen próbáltuk ezt az estét megszervezni, és tehát eddig aránylag nagy sikerrel a múzeumok éjszakája, meg ez a zenés est, ez túlnyomó részt jól sikerült. Az időjárás is velünk volt mindegyik alkalommal. Zenés és táncos produkciók várták az érdeklődőket, tehát több énekes lépett fel különböző műfajban, rajtuk kívül pedig a Happy Time Tánc Egyesület táncosai szórakoztatták a közönséget. A ceremónia mester Pintér Timi volt, de természetesen kerékgyártó Csaba az est egyik főszervezője is kivette a részét a műsorból. Nem kérdenéd anyádhoz szült világra, nem kérdenéd apád ki volt. Csak annyit kérdezek a válaszra várva, rabok legyünk vagy szabadok. Két fellépés között vele is visszapörgettük az időt 4 évvel ezelőttre. Te vagy az egyik főszervező, honnan jött az ötlet még 4 évvel ezelőtt? Józsival teljesen véletlenül futottunk össze, nekem is van egy ilyen veteránmániám, neki is. Beszélgettünk, kiderült, hogy én zenélek, ő pedig szeretett volna régen valami zenés történetet. Innen jött, hogy Gépek és Hangok, mert hogy gépek, mit regéleklünk. És milyen itt a műsor? Kik lépnek fel a mai rendezvényen? Volt egy bohóc műsor, TikTok bohóc, szerintem őre érdemes figyelni, mert nagyon jó. Volt egy kis virág nevű lány, aki most fog érettségizni, és szintén érdemes rá figyelni. Mi volt ennek a rendezvénynek a célja? Alapvetően szórakoztatás, népszerűsíteni a múzeumot, meg hogy érezzük jól magunkat. Egy ilyen nyárvégi happening, buli, iskola előtt, ilyen nyárzáró történetnek, ennyi.
Nyilván minden program után le lehet vonni a következtetéseket, a legfrissebb tapasztalatokat. És nem csak barátok, ismerősök támogatják őket, hanem a város is. Hál' Istennek az önkormányzat is támogatja az egészet, és ez itt szeretném megköszönni nekik, mert idén is támogatta, és tavaly is, és nagyon szépen köszönjük.